Sziasztok, Benyoboly vagyok, ez pedig egy unboxing videó lesz. Ezt megláttam a boltba, és egyszerűen úgy voltam vele, hogy ezt nem lehet kihagyni. Azt mondja, gratis, exkluzív CD game. Hú, hát ez biztos nagyon minőségi lehet. Ráadásul Angry Birds, oké, biztosan. Doboz hátulján rá is van írva, hogy exkluzívnyi CD-es hru. És itt a játék használati utasítása, hát nem tudom milyen lényképes ezt elolvasni, de hogy ember nem az biztos. No, akkor vágjunk is bele, szó szerint. Na, meg is vagyunk vele, itt a nagyszerű lemez, gyönyörű. Na, ez az igazi unboxing része igazából. Nézzük, milyen meglepetések várnak ránk. Wow! Nagyon profi marketingesek dolgozhatnak a Nestlénél, hogyha egy ilyen lemezt tudtak legyártani. Na jó, legyen annyi elég, hogy a This Side Up az ugyan rajta van, de angolul, szóval valószínűleg a célközönség 4 évesnél fiatalabb korosztály, ez nem nagyon fogja vágni most akkor, hogy hogy van. Főleg a német szakos apuszi sem valószínűleg. Úgyhogy ennyi az egész. Nagyon belül volt valami még írva. Na nézzük a specifikációkat. Ó, minimum Windows XP kell hozzá, és 1 giga RAM. Nagyszerű. Na hát ennyi volt az egész, nagyszerű, ezzel gondolom ugyanúgy lehet menőzni, mint annó a turborágyóval. Bár nem tudom, hogy ez ilyen iPad-del rohangáló fiatal korosztálynak mennyire tudunk menőzni ezzel, lelke rajtuk. Ezt hozzátenném még, hogy a mikorunkban az ilyen gabonapelyhekhez nem két fajta lemezt adtak, hanem legalább 5-6 fajta volt, tehát konkrétan egy havi fizetést el kellett költeni egy családnak, hogyha a gyereke éppen a teljes kollekciót akarta magáinak tudhatni, úgyhogy ebből is látszik, hogy már puhányodnak a Nestlénél. Na, ennyi volt akkor, sziasztok!